Szeretettel köszöntöm a nézőket, és köszöntöm sok szeretettel itt nálunk a stúdióban Verebélyi Ákos urat, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ megbízottan kerületi igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. És ugye ön még nem járt nálunk, úgyhogy egy kicsi bemutatkozást kérnék szépen először, hogy mióta, mikor került ön pontosan a tankerület élére, illetve egy kicsit, ha bemutatná, hogy mely települések tartoznak pontosan önhöz. Hát egészen pontosan ez év január 15-től kerültem ide a Szentendrei tankerülethez. Azóta próbálom az intézményeket jól, rosszul, remélem, hogy jól segíteni az ő munkájukat, a mindennapos életüket picit megkönnyíteni. Gyakorlatilag, hogy mi is tartozik ide hozzánk, egyszerűbb azt mondom, hogy Visegrádtól egészen Budakalászig, a Dunaparton, illetve egy picit kiebb Pomáz vidéke, ez a terület az, ami a Szentendrei tankerülethez tartozik. Összesen 19 iskoláról van szó. Ezek mely intézmények? Tehát iskolák, óvodák, vagy csak iskolák? Igen, a törvény úgy szól, hogy az óvodák, illetve a bölcsődék továbbra is önkormányzati feladatkörben maradtak. A Klebersberg Intézmény Fenntartó Központhoz tartoznak az általános iskolák, a középiskolák, szakközépiskolák, ugye gimnáziumok, a szakképzés, illetve természetesen, utoljára mondom, de nem utolsó sorban nagyon fontos feladat a művészoktatás, és ez is hozzánk tartozik. Pontosan mit jelent az, hogy a fenntartó, a Klebersberg intézet milyen feladatokat lát el? Azt gondolom, hogy érdemes tisztázni, ugye két nagy részre lehet bontani egy intézménynek a létét. Van ugye a fenntartás és a működtetés. Ugye sokak számában a fenntartás az azt jelenti, hogy minden. A fenntartás az azt jelenti, hogy az intézmény szakmai munkájához közvetlenül kapcsolódó feladatok. Tehát a pedagógusok bérének rendezése, járulékainak ugye ez egy feladatkör. Aztán ami közvetlenül az oktatáshoz kapcsolódik, a taneszközöknek a beszerzése, egy bizonyos oktatási színvonal megtartása, illetve ugye központi cél, hogy a nehezebb sorban lévő iskolákat, akik esetleg eddig hátrányos helyzetben voltak, őket felemelni a jobb sorsra szánt, illetve a jogsorsot már eddig kiérdemelt iskolákhoz. És minden egyéb, tehát ami megszervezni azt, hogy versenyre megy a gyermek, az ők utaztatását, szállását. Tehát minden, ami közvetlenül az oktatás neveléshez kapcsolódik. A működtetés pedig legegyszerűbben úgy tudom elmondani, mint hogyha egy családot veszünk, és minden, ami ehhez kapcsolódik, hogy fűtés, világítás, tehát a szolgáltatók, ha önnek eltörik a konyhába egy étkészletből néhány pohár, azt pótolja. Na gyakorlatilag a működtetés ezt jelenti, tehát az egyéb feltételeknek, az iskola fizikai létének a működtetése és megtartása. Talán így lehet a legszemléletesebben ezt bemutatni. És mennyire nehéz feladat ez? Hát gondolom, hogy nem lehet egyszerű, hiszen ugye, ahogy említette, 19 intézmény, ami önhöz tartozik, és mindegyik sajátos, tehát mindegyik más és más. Mennyire különbözőek a problémák, vagy azért lehet-e valamennyire csoportosítani, összegezni az itt jelentkező gondokat, megoldandó feladatokat? A kérdés első felére tudom azt mondani, hogy igen, nagyon különbözőek. Nagyon-nagyon mások a problémák, ami egyik helyen problémaként jelentkezik, hogy kevés a diák, hogyan lehet oda csábítani mondjuk a gyermekeket, mert egy kisebb településről van szó, és sajnos divat ma ugye a városokba betelepülni, bár azért van egy ellentétes tendencia is. Ugyanezt a problémát másképp élik meg mondjuk a Szentendrei iskolában, mondjuk egy Barcsai iskolában, ahol pont az ellentétjével. Azt nem mondom, hogy küszködnek, mert természetesen örülnek, hogy jó híre van az iskolának és sok gyermek van, de ott igazából az jelent a problémát, hogy föl tudnak-e annyi gyermeket venni, mint amennyien jelentkeznek, mert ugye van egy törvényi korlát, egy 26 fős osztálylétszám, ami fölött a fenntartó engedélyével még 32 főre föl lehet duzzasztani egy osztályt, az a maximális, illetve a másik vége, hogy van egy osztályterem, hogy abba normális körülmények között hány padot, illetve oda hány gyermeket lehet betenni. Aztán mondok más jellegű példát, hogy egy intézményben
a mindennapi lét, a mindennapi élet. Tehát egy kisiskolában ugye eddig nem volt lehetőség arra, hogy esetleg versenyekre elmenjenek. És ugye most a Klik, vagy hagyj rövidítsek, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ rövid neve, most lehetőséget biztosít az iskoláknak, hogy ilyen találkozókra, versenyekre a gyerekeket elvigyék. És ez nekik kellemes meglepetés, tehát azt mondom, hogy nekik ez egy újdonság. Hál' Istennek nagyon sok intézményben ez már szokás volt évek óta folyamatosan, de ezeket a feladatokat náluk is természetesen megtartottuk. Egy zeneiskolában, egy művészeti iskolában megint más problémák jönnek elő. Tehát, ahogy az elején ön említette, nincs két egyforma. És arra van-e mód, vagy szoktak-e esetleg így hát ilyen rendszeresen értekezleteket tartani, vagy erre van-e szükség, hogy ahol valamennyi intézményvezető jelen van, és esetleg ki tudják a tapasztalatokat cserélni, vagy a fontosabb aktualitásokat megbeszélni? Igen, ez így van, tartunk értekezletet. A rendszerességet én inkább úgy mondom, én nem vagyok hívva fölösleges értekezésnek. A semmiről úgy gondolom fölösleges beszélni és fölösleges időt szakítani. Mindig, amikor olyan információ birtokába jutok, hogy ezt mindenképpen személyesen kell megosztani az intézményvezetőkkel. Zárójában megteszem, napi kapcsolatban vagyunk elektronikus módon, tehát e-mailen folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot, de vannak olyan témák, amik természetesen szóban kell megbeszélni. Olyankor mindig összehívok egy értekezletet, és akkor én elmondom a saját mondandómat, és mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy az intézmények a náluk felmerült olyan problémákat, amiket jobb szóban megmondani, illetve talán más intézményeket is érinthet, és akkor azt átbeszéljük, keresünk megoldást, én is próbálok javaslatot tenni ők is, és egy nagyon kellemes kis alkú végén lekupogom, eddig úgy tűnik, hogy mindig sikerült. Aztán majd lehet, hogy jönnek a telefonok és mondják, hogy hó, igazgató úr, nem egészen így volt, de én bízom benne, hogy ezért ez a többségében megoldásra került. És ha nekem jó az információm, akkor nemrégiben volt is egy ilyen értekezlet, amikor hát éppen arról volt szó, hogy a leendő első osztályosokat a beiskolázásukról, tehát hogy mely intézményekbe hány gyermeket tudnak felvenni, hol helyezik el. Vannak-e már pontos adatok arra, hogy itt Szentendrén konkrétan hány gyermek kezdi meg az első osztályt szeptembertől? Igen, a beszélgetésünk elején mondtam, hogy remélem nem fog engem sarokba szorítani. Nekem egy összlétszáma van, a Szentendrét külön nem bontottam, hogy bevallom. Majdnem 800 elsős gyerek fog beiratkozni az egész tankerületbe. Hát el tudom mondani, a Barcsaiba több mint 150-en, az IZBG iskolába 72-en, a Rákócziba 40-en, a Templomdombiba pedig 28-an jelen pillanatban. Mindehhez hozzáteszem azt, hogy jelen pillanatban vagyunk abban az időszakban, amikor a szülők a fellebezést megtehetik. Ezen azt értem, hogy gyakorlatilag tudomásom szerint minden esetben olyan fellebezés érkezett, hogy abba az iskolába felvették, ahova szeretett volna menni, csak egy másik osztályba. Gondolom ez köztudott, hogy a szülők két szempontot figyelnek, az iskolát összességében és a tanítónénét. Ez teljesen természetes. Milyen híre van a tanítónének, személyes kapcsolat, a nagyobb testvér már oda járt. Na most ilyen eseteink most is vannak, nem nagy számban, 11 néhány fő az, aki fellebezést nyújtott be, és kérvényezte azt, hogy egy másik osztályba kerüljön át. Épp most azt a megbeszélést szakítottam félbe, mielőtt ide eljöttem, ahol igazgatókkal már egyeztettünk, de az eddigi helyzet alapján eddig mindig sikerült a szülők kérését teljesíteni, úgyhogy erről határozat néhány napon belül ki is fog menni, ahol értesítjük a szülőket, hogy kérésüknek helyt adtuk, és abba az osztályba kerül. És egyébként az általános iskolai felvételinél még érvényben van az a körzetesítés, tehát hogy oda kell, vagy oda jelentkezhet a gyermek, akik. Igen, pontosítanék, tehát a körzetesítés, ez azt jelenti, sokan ezt félreértelmezik, nem oda kell menni, hanem azt jelenti, hogy van egy intézmény, és a kormányhivatal, a mi közreműködésünkkel, az önkormányzattal egyeztetve, kijelölt egy körzetet az iskola körül, ami azt jelenti, hogy akik abban a körzetben laknak, azokat kötelező felvenni abba az iskolába.
De a szülő dönthet úgy, hogy ő innen inkább Budapestre szeretné, vagy egy szentendrei lakosnak nagyon szimpatikus a Zöldszigeti iskola, vagy egy visegrádi. Tehát elmehető bárhová. A kötelezettség, még egyszer azt mondom, hogy abban a körzetben mindenképp fel kell őt venni. És ugye itt van az, hogy ha ott van egy ismerős tanárnő, vagy valamilyen oknál fogva, például a sporttagozat működik egy nem számára kijelölt iskolába, akkor ő oda beadja a jelentkezését, és amennyiben az iskola fogadni tudja, tehát van hely, föl tudja őt fizikailag venni, akkor ezeket engedélyezni is szoktuk. És ugye Szentendre azért egy kiváltságos helyzetben van, mert ha jól tudom, évről évre egyre több gyermek van, ami nyilván, ahogy már ön is mondta, hát egy nagyon jó hír, de azért ez egy intézménynek feladatokkal is jár. Mennyire sikerül, illetve ha jól tudom, akkor most szeptemberre is egy bővítés szükséges, mégpedig az Izbégi Általános Iskolát fogják bővíteni majd. Igen, ugye ez tényleg örvendetes, hogy egyre több gyermek van, és ez azt gondolom nem csak a beköltözőknek köszönhető, hanem hogy egyre többen vállalnak és több gyereket, ami tényleg örvendetes. Van egy másik oldal, hogy mind ezeket a gyermekeket el is kell helyezni. Hát most jelen pillanatban úgy adtuk be az önkormányzattal, a polgármester úrral, a testülettel egyeztetve, hogy az Izbégi iskolába szükség lenne bővítésre. Kormányhatározat alapján most 5 terem bővítését hagyták jóvá. Ez az iskola területén gyakorlatilag egy hozzáépítést fog majd jelenteni. 5 tanterem, illetve az ehhez kapcsolódó mosdó és mindenféle kiszolgáló helyiség, gépészet és minden egyéb, ami szükséges ilyen esetekben. Ez mikorra valósulhat meg? Ez szeptemberre elkészül majd? Vagy előre mi? Hát ezzel egy kicsit óvatos lennék, ezzel a szeptemberrel. Hát én inkább azt mondom, hogy őszre, tehát október végére. Addig pedig az intézmény azt mondta, hogy átmeneti 1-2 hónapra meg fogja tudni oldani a jelen helyzetben, és utána, amikor ez készen lesz, akkor egy nagyon kényelmes körülmények között biztosítják majd a gyermekeknek a nevelést, oktatást. Ugye eddig az általános iskolákról beszéltünk, de egy Szentendrén több középiskola, gimnázium is működik. Ott mi a helyzet? Megfigyelhető-e már a tanulói létszám növekedése, tehát elérte már odáig is ez a hullám, ott szükség van-e bővítésre, vagy ott elegendőek a helyek? Egyelőre ott a bővítésre még nincs szükség. Hál' Istennek mondhatom, hogy minden intézményben nagyon nagy létszámmal jelentkeztek, de ott még ez a probléma nem vetődött föl. Hát illetve van az összetett iskola, összetett problémával, ami általános iskola és középiskola, ugye ott kapcsolódik természetesen, mert hogyha nő az alsós, illetve az általános iskolás gyermekek száma, ugye akkor azt jelenti, hogy a gimnáziumba járóknak nincs terjeszkedési lehetőség, de ebben a pillanatban még ezzel tudomásom szerint nincs probléma. Most ezért még így a beszélgetés végén térjünk vissza az általános iskolákra ismét, hogy a szülőknek azért mondjuk el, hogy van-e még teendőjük az általános iskolai beiratkozással kapcsolatban, vagy most már várniuk kell majd az értesítést, illetve ez mikorra kaphatják meg a szülők, hogy felvették-e, illetve hová? Hát ugye az értesítés egyrészt már kiment. Uh-huh. Itt, amit az előbb említettem, a fellebezésekre fogják megkapni majd a választ, és akkor már gyakorlatilag tisztázódik, hogy melyik iskolába hányan fognak járni, illetve azért pontosítanék, természetesen még augusztus közepén végén is előfordul olyan, hogy valaki épp akkor költözik egy másik településről ide, vagy épp innen elmennek, egy váratlan helyzet adódott, és emiatt ők egy másik településre mennek. Természetesen pótbeiratkozásra mindig van lehetőség, tehát olyan nem fordul elő, hogy egy gyermek ne tudjon iskolába járni. Esetlegesen, ha az utolsó pillanatban esik be, akkor lehet, hogy nem a számára legszimpatikusabb, hanem ahol épp helyet tudunk neki biztosítani. Egyébként, ami feladatuk van, hogy a gyereknek biztosítsanak nagyon jó pihenést a nyárra, hogy fel tudjanak készülni a nagy új élet kezdetét, ami szeptembertől vár rájuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sok sikert kívánok önnek. Köszönöm a meghívást. Köszönöm önöknek is a figyelmet, a viszontlátásra!